Én nem vagyok ilyen üzengetős karakter igazából, hogyha azt mondják nekem, hogy mondjuk ilyeneket, hogy üzenjek valamit a nézőknek, vagy hogy mondjak valamit magamról egy mondatban, ezeket én nem nagyon tudom teljesíteni. Akkor ne egy mondatban. Ő itt Bály Alex, akinek egy dallal sikerült kivívni a pár celeb haragját, a szakmának és a többségnek viszont az elismerését. Megnyerte ugyanis a dalt. Nem is szerettem volna. Elég régóta foglalkozom zenével, de igazán komolyan vagy figyelemmel nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el zenélni. Hány dalod van eddig? 6 darab dal van eddig, amit én készítettem. Először jött a Csókolom, ami azonnal felkerült a hivatalos top 10-es kislemez listára is. Csókolom, megérkeztem, közben idősebb is lettem. De nem fakul a kép, hogy ön mennyire szép volt akkor minden reggel. Aztán a Láttam osztam, ami a Viva reklám zenéje is lett. Van, hogy néha fáj, és hagyod, mert ragyog. Fess egy képet, rakd föl a falra, mondjuk balra, ügyesen. Szivárványos a szegélye, majd a messziről. Messziről jöttél, kívánj vagy hármat, négyet, mint pont úgy teljesüljött, éppen úgy, ahogy a kérem. És a John the Valiant-tel közös Te vagy. Tudom, te vagy, te vagy. A legfrissebb a Nekem Te. Nekem te, nem vagy más, szemfényvesztésben pusztítás. A Kedvesen pedig meghozta az igazi sikereket és a rajongókat vagy kiket. Nekem a rajongó az valami, ami őrült. Tehát a rajongó az egy őrült szerintem. És mikor azt mondták, hogyha mondjuk engem a saját zenekaraim rajongónak neveznek, akkor én azt kiszoktam magamnak kérni így magamban, hogy de én nem vagyok őrült, tehát én nem azért hallgatom a zenédet, vagy követem a bejegyzésedet, mert én megőrülök, érted? És én valahogy igyekszem ezt is kifelé kommunikálni, hogy nem érted rajongani egy zenészért, főleg itthon Magyarországon, hát minek? Tehát nem járunk Porsche-val, nincsenek óriási teljesítményeink, nem vagyunk különbek senki másnál, ez igyekszem távol tartani magam ettől a kifejezéstől, amit nagyon-nagyon nem kedvelek. És van olyan, aki zeneileg inspirál téged? Hát a Bály Alex projekt kapcsán senki. Igazából ott nem tudom, hogy érezhető-e bármilyen hatás, az csak úgy. De egyébként mindenféle rock zenekarok beli próbálkozásaim során 30 Seconds to Mars. Keményebb vonalról a Parkway Drive. Hogy néz ki egy napot, vagy hogy lehet ezt elképzelni? Mostanában úgy, hogy felkelek reggel, Laci jön értem, és aztán elhoz ide, vagy elvisz máshová, vagy valamilyen újsághoz, rádióhoz, tévéhez. Aztán igyekszem kisakkozni 2 óra szabadidőt, hogy elmehessek edzeni, ez az utóbbi 2 hétben nem jött össze. Aztán pedig este az egyik barátommal vacsorázom, és beülünk egy helyre, ott beszélgetünk, megiszunk egy valamit, és aztán hazakeveredek éjfélre. Egy órára általában. Koncertek vagy munka után szoktál vagy lazítani? Hogy kapcsolod ki magad? Hátradőlök. Általában azt szoktam csinálni, hogy a fülemet pihentessem, bekapcsolom a Bartókot vagy a Klasszik Rádiót, és olvasom, mert szoktam. Bály Alex úgy érzi, ő is ugyanolyan ember, mint bárki más. Egy azonban biztos, tehetségével sikerült kitűnnie a tömegből. Tehetségről nem igazán szeretnék mondani semmit, mert ezt nem tudom eldönteni én. Amiben jónak tartom magam, és ez tényleg csak annyi, hogy jónak tartom magam, azt gondolom, hogy jól tudok írni egy bizonyos szinten, vagy egy bizonyos, nem is tudom, színvonalon.
ez nyilván nem azt jelenti, hogy Nobel békedíjat fogok majd kapni érte, mert biztosan soha nem lesz ilyen, viszont egészen jól tudok fogalmazni írásban, azt hiszem. És mi az, amiben abszolút nem vagy jó? Tehát amit kerülsz is mi? Ha elromlik a boiler, vagy bármi ilyesmi, akkor ne engem hívjatok. Boilert nem kell javítani az Eurovízión, valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy Alex bejutott a műsorba. A menedzsmentem kérte, hogy mutassuk meg ezt a dalt a műsorban, itt a magyar válogatón. És hát gyakorlatilag annyi történt, hogy akkor rábólintottam nagyon nehezen, hogy mutassuk meg. Ez ilyen tévés, zenés műsorok nagyon távol állnak tőlem. Nem is szerettem volna bemutatkozni, de Ádám egy picit, a menedzserem hatott rám, hogy de hát most jó a dal, mutassuk már meg, most mit veszthetünk, hát akinek tetszik, az hallgatni fogja, meg jobban megismer téged, mint dalszerző, aki meg nem, az tovább megy. És hát ez lett belőle. A következő részben többek között egy nagyon fontos témát is érintünk, a nyelvkérdést. Azt a fülest kaptuk, hogyha ezt a dalt finnül elénekle, biztos, hogy megnyered.